Üdvözletem! Kötött fogás még hozzá, megint ilyen online változatban, de azért, hogy valami jót is mondjak a rossz hírek között, az úgy hangzik, hogy Lukácsi Katalinnal. Akkor, és akkor a rossz hírek tovább, ugye, Csindoki Sándorral és Konok Péterrel. Jó estét! No, hát annyit mondok nektek, hogy vétó. Van? Vétót? Ja! Vétót, igen, vétó. Hát ugye mi szerintem körülbelül ugyanazt fogjuk gondolni, hogy miért is történt ez a vétó, meg mi a oka, meg hogy mit is próbál Orbán Viktor ezzel elérni. Ami engem érdekelne, szerintetek, van arra most esély, hogy az Európai Unió kivételesen legalább egy pöppet doktor miniszterelnök úr orrára koppint? Vagy pedig megint a régi meccs jön, a keménykedés, visszahátrálás, átírják azt a részt, bekerül egy olyan szó kikerül, és mindenki elmondja, hogy ő győzött. Szerintem most így elmondtad, hogy mi fog történni. Szerintem ennél sokkal komolyabb a helyzet, tehát hogy lehet, hogy alkul lesz a vége, meg kompromisszum, ami nem feltétlenül negatív, mert elvileg először a politika, de hogy éppen arról van szó, hogy ez most az unió működése billenhet meg, ráadásul most tényleg azzal, hogy ami vétózik a miniszterelnök, az nem csak arról szól, hogy most arcoskodik, hanem a mentőcsomag útjába áll, arra még borzasztóan szükség lenne pár államnak és magának az uniónak is, tehát az északiaknak és nem csak a délieknek, tehát hogy itt ez nem csak egy játék az Orbán Viktor részéről, hogy nem csak rólunk van szó, és én egyébként pont ami a felvezetéseddel kapcsolatban, én nem is vagyok benne biztos, hogy tudjuk, hogy miért vétózik Orbán Viktor, mert nem vagyok benne biztos, hogy ez ilyen csak ez a bornírt, hogy akkor mi megmondtuk, hogy vétó, mert jogállami kritérium, akkor vétó. Tehát, hogy szerintem Orbán Viktor is érezhetné és sejthetné, hogy egyrészt ez most komolyabb helyzet, másrészt pedig, hogy ő felhangon beszélt arról nyáron, hogy hát nekünk mi annyira jól túléltük az első hullámot, hogy nekünk nem is kell semmilyen segítség, hát kegyelem adományként megszavazzuk a délieknek ezt a mentőcsomagot, csak hát időközben meg egyrészt nagyon rosszak a gazdasági számok, másrészt a második hullám meg minket is nagyon rosszul érintett, hogy nem értem, hogy miért akar ilyen felhangon lemondani erről a mentőcsomagról is. Tehát én egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy tudom mi Orbán miértje. Szerintem nem annyira bonyolult, ennek tisztán belpolitikai oka van. Részben összefügg azzal, amit mondtatok egyébként, mert miután iszonyú nehéz lesz a helyzet, és még sokkal nehezebb, már hogy Magyarországon gazdaságilag, szociálisan ebből adódóan kell valami világmagyarázatot találni arra. Ez a világmagyarázat pedig az, hogy ez az aljadék Brüsszel, ami ugye olyan, mint Moszkva, ezt teszi tönkre a mi országunkat gazdaságilag és szociálisan, emellett párhuzamosan kiépíti, tovább centralizálja a hatalmat. Ez ilyen egyszerű játék. Az meg, hogy egyébként a nemzettel mi történik, arra magasra tesz. Kizárólag hatalompolitikai érdekből csinálja ezt. Magyarországon magyar hatalompolitikai érdekből. Amúgy meg zsákutcában van, én ezt... Nekem ez mániám, nevezzük ezt így, hogy régen abban a helyzetben van, ahonnan már nem tud visszafordulni. Tehát itt, hogyha ha most nekiállt volna csak egyszerűen puháskodni, vagy nekiállna puháskodni, vagy vissza akar lépni, akkor, vagy visszalépni, akkor megrecsen az az autoritár hatalom, amit képített. Ez az egyik, és még egy dolgot engedjetek meg. Ez pedig az, amit szükségképpen szeretnék megjegyezni. Egyrészt az, hogy mi a jogállam, és mi a liberális demokrácia, vagy mi a jogállam, azt tudjuk. Akkor is tudtuk, amikor beléptünk. Ez közel, ne menjünk bele ennek a relativizálásába, mi se. A második dolog, szeretnék én olyan szerencsétlen helyzetben lenni, mint a spanyolok meg az olaszok. Ez is rablómese. A 3 millió szavazónak szól, meg lehet őket ezzel letetni. Meg is eszik. Aztán még egy dolgot, meg fogják találni a megoldást. Nyilván nem direktben, hiszen a lisszaboni szerződés nem ad arra módot, hogy hát még arra se ugye, hogy valakit kirúgjanak. Azon kívül meg a parlament, az Európai Parlament nem fog visszalépni. Márpedig az a vétó az legalább olyan súlyos vétó, sőt sokkal súlyosabb, mert Európa többsége van mögötte, de hogy másra mondjak, ugye
a befizető államok, amelyek egyébként, amelyekről ugye arról van szó, hogy ők a bevalt zsebűek és a zsugoriak. Nem, ott is el kell, ott el kell számolni. Ott tudják, mi a jogállam. El kell számolni azzal a pénzzel, ami ide bejön, és elviszik az Orbánék. Nem bírom levenni a tekintetemet, Konok, ne Péter cicájáról nem bírom levenni a tekintetemet, ott puposkodik hátul éppen. Ja, ne izéld, mert a Péter kizégat alulról, úgyhogy eléggé szomorú a helyzetem. Na, szóval ez szerintem a Sanyinak alapvetően igaza van abban, hogy ez elsődlegesen egy belpolitikai játszma része. Tehát ez egy olyan póz, amiben egyre jobban bele kell, hogy ássa magát. Tulajdonképpen, ha úgy tetszik, akkor ez most az eddigi fejlődés történetében most van ez kimaxolva, mert ugye a vétó az egy nagyon erős szó, bár egyébként eléggé veszélyes tud lenni, ismerünk egy-két vétós politikust, aki, hát hogy mondjam, rossz kimenetele volt a történetnek, azt csak így megemlíteném, hogy a francia történelemben 16. Lajost hívták Monsieur Vétónak, aztán hát ugye ismerjük a dolog sorsát, de ez mindenképpen egy póz. Másrészt pedig azért a szituáció, amiben van, tehát tulajdonképpen, hogy ezt a segélycsomagot vétózza azért, hogy ez a jogállami garancia történet ne kerüljön bele, azért ez is egy nagyon erős üzenet, még hogyha most így a lengyelek föl is sorakoznak mellé, vagy ő sorakozik fel a lengyelek mellé, egyébként annak idén a lengyel nemesi köztársaságnak is milyen jót tett a liberum vétó, ugye nagyjából a középkori Lengyelországot az bomlasztotta fel, de ezt is hagyjuk ki a részéből. Tehát ezek nagyon erős üzenetek, de valójában én mégis azt hiszem, hogy az lesz a történet kimenetele, amit te ott a felvezetőben ilyen gúnyosan elmondtál, hogy bizottság megnézi, beterjesztik, még se úgy terjesztik, de nem szavazzák meg, megszavazzák, és a többi, és a többi. Tehát mert egy csomószor gondoltunk már arra, hát én magam mit tudom, én 20-at rögtön föl tudnék kapásból idézni, amikor azt mondtuk, hogy hát ezt már nem fogja tűrni az Unió. Át a néppártból most már úgy kirúgják őket, legalább a néppártból, de most már megindul a hetes cikke, nem is csak, hogy megindul, vége is lesz. Történt valami? Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjuk, hogy nem történt semmi. Az Európai Unió folyamatosan azon játszik, és hát részben ez az alapja egyébként, tehát annyira nem is lehet ezen meglepődni, hogy itt megereszt, ott megszorít, ott rugalmas, így viszonyul, úgy viszonyul, hogy egybe tartsa ezt az egész, hát, hogy mondjam, egyre kevésbé funkcionáló valamit, amit Európai Uniónak nevezünk, és így be is vannak szarva egy kicsit. Tehát az Orbán miközben úgy gondolja, hogy ő fingja a passzát szelet, Magyarországon hát óriási plakátokon látjuk, hogy nálunk Orbán Viktor fingja a passzát szelet. Jó, más a megfogalmazás, ez a lényeg, de valahol azért mégiscsak engedik, hogy fingorásza. És abban reménykedni, az nekem egyébként tényleg egy kicsit furcsa, amikor jönnek az ellenzékiek azzal, hogy hú, de jó lesz, most kirúgnak minket az Unióból, szóval menjenek francba, de abban reménykedni, hogy ez most majd itt lebomlasztja nekünk a NERT, meg ebbe belebukik az Orbán, meg ezt már nem lehet, meg kibírja el, meg mit, szerintem ez baromi nagy naivitás. Ez egy show műsor, elsődlegesen a saját választóinak, igen, egyébként ebben a Sanyinak igaza van, mert nekik ez menő. Tehát oda megy, ezért, mint a Trump. Tehát, hogy így, ő az erős ember, most azt képzelheti. Viszont ellenben, az nem lehet, hogy egy kicsit most mégis igaza van Orbán Viktornak? Miben? Eleve kizárnám bármivel kapcsolatban. Gondoltam. Mik azok a uniós jogi kritériumok? Mik azok az alapnormák? Tehát, hogy mi az, ami... Nem hülyeskedek. Én is itt élek. Szerintem nem kell uniós jogi kritériumokat keresni, mert azt például már azt Montesquieu lefektette, még hogyha ez most demagógia is, de hogy a hatalmi ágak szétválasztása, tehát olyan dolgokat, mint hogyha azt kérnénk számon, hogy 2 + 2 = 4, az nincs lefektetve az alapjog, mit tudom, az lisszaboni szerződésben, attól még 2 + 2 = 4. Tehát, hogy azért vannak olyan dolgok, amit cinikusan meg lehet kérdezni, de szerintem ez cinizmus. Szerintem ez nem ez szól annyira a belpolitikának. Nyilván a szavazóknak politizál alapvetően Orbán Viktor, de az alkotmánymódosítás, vagy a választói törvény, szóval egyrészt gumicsontok voltak azok, amit múlt héten produkáltak, másrészt, amit láttam az üzenőfalamon, ilyen fideszes, vagy billegő fideszes embereknél, szívüket megdobogtatta, hogy igen, igaz, hogy most halnak meg százával honfitársaink, de most már bele van írva az alaptörvénybe, hogy egy férfi és egy nő, amit az anya, az apa, stb. Tehát, hogy ezek dolgok inkább szólnak a szavazóknak. Nyilván a keménykedés is, de szerintem ez egy olyan szintű keménykedés már, ami én szerintem Orbán Viktor
Tehát én próbálnám ennél árnyaltabb szereplőnek gondolni, mint hogy én most befeszülök, és mekkora kapok pár lájkot a szavazóimtól. Szerintem talán ezt ő is érzi, hogy ez súlyosabb téma. Nem, hát az a vicces, hogy ugye azzal érvel, hogy a jogállamiság az egy olyan kritérium, vagy egy olyan cucc, ami egy ilyen gumi dolog, bármit majd akkor innentől kezdve ennek alapján le lehet nyomni a mi torkunkon, mármint a mi magyarok torkán. Ami hát, hogy mondjam, valahol egyébként, na most kicsit akkor meghazudtolom magam, elméletileg még igaz is lehet, hiszen egyfajta ilyen biankó szerződés aláírása az mindig veszélyes. De azért dacára annak, hogy az előbb egy ilyen gittegylet féleként írtam le az Európai Uniót, és alapvetően ez is a véleményem a működéséről, azért az Európai Unió egy baromi nagy ilyen visszacsatolási rendszerrel rendelkezik. Tehát egyrészt azért az, hogy mi a jogállamiság, ezt valóban ebben a Katinak igaza van, azért meg tudjuk határozni, el tudnánk magyarázni adott esetben Orbán Viktornak is, hogyha érdekelné, meg hogyha lenne az, aki elmagyarázza neki, valójában azt hiszem ez teljesen érdektelen, és azért arra se számíthatunk, hogy mondjuk akkor az Európai Unió a jogállamiság kritériumaiba belecsempészi, hogy mit tudom én, afgán melegeknek kell ellopni azt, amit eddig Mészáros Lőrinc lopott el, mert ez feletté valószínűtlen pont azért, mert itt egy marha nagy szervezetről van szó, egy marha nagy intézményről van szó, rengeteg visszacsatolással, vitával dolgozik, tehát alapvetően mindig ez a legkisebb közös többszörös, vagy legnagyobb közös osztó, vagy mit tudom én, ebben tök hülye vagyok, ezt imádják a kommentelők mindig, amikor bevallom. Tehát az fog kijönni, ami nagyjából azt jelenti, hogy szabad sajtó, szólásszabadság, gyülekezési szabadság, a hatalmi ágak elválasztása, tralala, igen, ahogy a hetedikes tankönyvben nagyjából le van írva, hogy mik a jogállamiság kritériumai mondjuk a felvilágosodás óta. Tehát igazából nincs mi ellen tiltakozni. Orbán Viktor az elv ellen tiltakozik, úgyhogy neki megmondhassák, hogy hogy értelmezze a jogállamot, azt is mondja, hogy mi jogállam vagyunk, tehát illiberális jogállam, bizonyos dolgokat másként gondolunk, de Orbán Viktortól soha nem fogunk olyat hallani egyébként, ami ellene szól ezeknek a jogállamiságoknak, ő soha nem fogja bevallani azt, hogy Magyarországon nincs sajtószabadság, Magyarországon van a legszabadabb sajtószabadság, aki más ír, az hazudik, kérem szépen, azt nem szabad. Igen, igen, csak pont ezért, várj egy pillanat, Sándor, és aztán, hogy pont ezért vettem fel így ezt a kérdést, mert hogy szerintem meg nagyon ügyesen úgy van itten minden megcsinálva, hogy jogilag úgy smakkol. És én ezért nem tudok ezzel az egész helyzettel úgy igazából mit kezdeni, se pró, se kontra, hogy például akkor itt van a sajtó. Hát a médiatörvény olyan, amilyen, de hát el van fogadva a kétharmad. Ezért megtámogatta, és akkor mi van? Tehát akkor most nagyon, és az élet minden területére ugye a NER így rányomta a bélyegét, és jogilag megvannak ezek, hogy ki vannak ezek találva, fel vannak építve ezek a sztorik, és akkor hogy lehet ezt megfogni? Tehát ezek jók, ezek az elvek, amiről így most szó van, csak nálunk meg ott vannak a törvények, amit elfogadott a nép által megválasztott Magyar Parlament, azt jó napot kívánok. Már pedig egy jogállamban ezek kötelező érvényűek. Mondjad, Sanyi! Gondoltam, megvárom. Tehát egyrészt nem tisztem megvédeni az ellenzéket, de én komolyan vendő ellenzékitől, meg komolytalannak se vélt ellenzékitől nem hallottam ilyet, hogy most emiatt a történet miatt fog összedő, vagy hogy az Unió bedönti a NER-t. Kitől hallotta ilyet? Nézz utára. Most nem akarom nevesíteni a DK-t, nézd meg egy DK-s oldalt, és ott nézd meg a parlamenti képviselőket. Jaj, jó, de már mások, hát én látni őket, de én még... politikus. Na jó, az én még azt helyezem. Tehát ez az egyik dolog. A másik, tehát komolyan vehető ember ilyen nincs. Ez az egyik dolog. A másik dolog, amit akartam mondani, hogy Pista, neked, már ne arra úgy, most megint ezt a durva analógiát vagyok kénytelen alkalmazni, egyébként számtalan történeti példa van, de hát a kedvencem. Mert ugye azért Josip Stalinról nem lehet azt mondani, hogy demokratikus úton jutott hatalomba, a hitleri Németországban minden törvényes volt, Pistám. És mégis tudta a világ is, nagyon nehezen fogták föl. Nem azt mondom még, hogy itt tartunk, szerencsére nem tartunk még itt, de elég evidens a folyamatos jogszűkítés, és mondjuk az például, hogy Varga Judit azzal érvel, hogy XY országban adott esetben a médiatanácsot, mit tudom én, a
miniszterelnök, vagy a média felügyeletet, a demokratikus meg a jogállami kontrollt kinevezett emberek művelik. Ezzel együtt azért arra szeretném felhívni a figyelmet, arra megint szintén lapos közhelyre, hogy demokráciához nem csak demokratikus intézmények, de demokraták is kellenek. A másik dolog, amit említeni akartam, ami kimaradt az előzőben, amikor mondtam, egyébként azt azért szeretném elmondani, hogy itt szívni csak mi fogunk. Ha kompromisszum lesz, drága feleim és barátaim, vagy ha az Unió visszavonul, akkor is. Ebben a globális politikai térben, hatalmi térben, gazdasági térben, üzleti térben, ott fognak nekünk keresztbe tenni, ahol tudnak. A rákövetkező dolog, meg befejezésünk, megint a Péterhez visszakanyarodva, igazad van abban, hogy 20-valahány, akárhány, 30-40-50 olyan példa volt, amikor visszakoztak. Ja. Most abban változott a helyzet, hogy az Unió, nem a bizottság, a bizottság is magas szintjén, a parlament, a tanács nem eszköztelen ebben a konfliktusban. Eddig minden olyan konfliktus, amire te utaltál, azért lett, ha úgy tetszik, elmaszható, vagy egy bizonyos nézőpontból, vagy azért nem jutottak düllőre, hogy én optimistában fogalmazom, eszköztelenek voltak. Most szeretném elmondani, hogy majdnem halálbiztos vagyok benne, hogy például a parlament nem fog visszalépni, az faktum. És vannak menekülési útvonalaik már, hogy tőlünk menekülési útvonalaink, mert mondjuk ezt hitelt, a válságmenedzserű hitelt, mondjuk például az eurozóna simán föl tudja venni. Jó, lehet, hogy 1%-kal magasabb kamatér, de eközben egyébként nem tudom, észrevettétek-e, ugye az Orbán kormány is megjelent a hitelpiacon, annál jóval magasabb hitelért, ugye adták el a kötvényeket, meg egyebek. Tehát itt most azért abban az értelemben van egy új helyzet, hogy nem eszköztelenek azok a tagállamok, ezt szeretném hangsúlyozni, akiknek ez a dolog nem tetszik, és nem eszköztelen maga a parlament sem. De éppen ezért én nem tartom túl valószínűnek, hogy ebből a vétóból valódi vétó lesz. Tehát ez egy ilyen szándéknyilatkozat, fenyegetőzés, handa-banda, majd szépen eltűnő. Ez ott meg lehet magyarázva, hogy miért nem az. Jó, figyelj, de amúgy én azt gondolom, hogy valószínűleg a lengyelek ki fognak ebből farulni, úgyhogy ott fogunk maradni, mint a bálás. Ott fognak kifarulni, én is. Tehát azért szeretném azt mondani, hogy önmagában az nem az unió gyengesége, meg... Tehát, hogy az a fajta, ez egy ilyen ellenzéktálig nézőpont, hogy jaj, az Unió besúnyul a fantasztikus Orbán Viktornak. Elvileg tényleg az a normális, hogyha ha komolyan veszük a tagunkat, és ő ennyire befeszül, akkor a kompromisszum a normális út. Csak nyilván ez erkölcsi dilemmákat vett fel. Viszont én azt tudom mondani, hogy ellenzéki szempontból egyáltalán nem biztos, hogy akkor járna jól az ellenzék, hogyha most az Unió befeszül, mert Orbánnak minden erőforrása meg lesz, és milyen erőforrása, Katikán? Az Unió szivatja a polgára. Milyen erőforrása van hozzá? Az ellenzék elárulta a hazát, és nem biztos, hogy a választók úgy reagálnának rá, hogy hát igen, Orbán Viktor is közte, én nem érdemlek uniós pénzt azért, mert jogállamisági kritérium, tehát hogy nem biztos, hogy az ellenzék azzal jár jól, hogyha most az Unió befeszül. Nyilván az erkölcsi érzékem, meg az igazságérzetem inkább szeretné, hogyha keményebb lenne az Unió, de nem azért, mert én ellenzéki vagyok, és nem azért, mert ebben reménykedek, nem, én magam akarom lebontani a NERT itthon, meg hiába az Unió nem ment meg minket önmagunktól, csak az igazságérzetemnek ez kedvezne. Azért én szeretnék abban hinni, hogy még ilyen implicit módon se fogadjuk el, hogy mindig azt kell követni, amit egyébként adott esetben a korszellem egy része követ, ha úgy tetszik egyébként pont a nemzet érdekéből, meg ha úgy tetszik erkölcsi alapon is, meg egyáltalán. Amúgy meg én ezt nem látom, de tényleg én nem... Van nekem bajom az ellenzékkel, éppen most ugye a BKV kapcsán most majdnem elmondtam az összes jelzőt, amit ocsmánya tudok csinálni, vagyis ki tud jönni a számon, amit éppen csinálnak, ottan valakik, de ezért nem, ennek nem örül senki ennek a történetnek, ki a franc örül ennek. És még egyszer mondom, nem tudok olyan ellenzéki politikusról, mértékadó vagy kevésbé mértékadó politikusról, aki az Uniótól várná itt a megváltást. És egyébként pedig, hogyha az Orbán szavazó,
beszopja ezt a dumát, hogy egyébként ez a pénz nekünk jár, meg így az unió, meg úgy az unió, vessünk magunkra. Komolyan mondom, én eljátszom a gondolattal sokszor, hogy úgy, amikor nagyon dühös vagyok, baszta meg, lépjünk már ki a francba, és tanuljuk már meg egyszer, hogy hol a helyünk. Az összes ellenzéki párt elnöke együttesen egy patetikus és teljesen semmit mondó rinyálkolást intézett az Európai Unióhoz. Többek között azért, jaj, kedves Unió, hát ne gondoljátok, hogy Orbán Viktor Magyarország, egyébként sajátos módon az is benne van, hogy mi magyarok pedig úgy gondoljuk már, mint hogy ők is magyarok, én már egyre kevésbé érzem, hogy milyen mi magyar vagyok, mert se ide, se oda nem tartozom, de hát így, az egész az, és mi van abban a nyilatkozatban? Nagyon szépen kérjük az Uniót, hogy tessék már megoldani nekünk ezt a problémát. Rossz angol. Te nagyon nem szereted őket, de ez nekem, a politikai realitás érzéket. Egyébként van a konstruktív javaslat. Készségeddel ne betízd el emiatt. Nincs kompromisszum ebben az ügyben. Milyen kompromisszum? Miről beszélt? Hol? Mondom, hogy a parlament... A parlament nem fog visszalépni, nem, hogy nem fog visszalépni, még újra se fog szavazni. Az unió parlamentje nem fog újra szavazni. Én csak azt akarom mondani, hogy egyébként lehet, hogy a pártelnökök bordírt nyilatkozatot tettek közé, de azért van egy konstruktív javaslat is, ugye a Szabad Városok, meg Karácsony Gergely meg már arra készül, és tehát, hogy már víziót épít fel arra, hogy mi lenne, hogyha jó Orbán nem kaphatja meg, de kaphassák meg mondjuk a városok, vagy bárki más. Tehát, hogy ez nem az, hogy oldja meg, hanem ez már egy konstruktív javaslat arra, hogy lehet, van erre alternatíva. Ez nem konstruktív javaslat, ez porhintés, a városok, az önkormányzatok nem kaphatnak így pénzt az Európai Uniótól, ez egy teljesen másik kategória. Hát de meg lehetne oldani. Hát mindent meg lehet oldani, azt is meg lehet oldani, hogy nokiás dobozokba, vagy szatyrokba átcsapják az európai ejtőernyősek a határon. Kicsit ez reálisabb, mert az önkormányzat azért nem egy nokiás doboz. Az a helyzet, hogy ez elsősorban egyébként szintén belpolitikai választ igényelne, mert amúgy a lengyeleknél a vajdaságok kapják egyébként az uniós pénzt, és ők osztják. Tehát ezt a... Ugye, Péter, jól tudom? A régiók kaphatják, önkormányzatok nem kaphatják. Na jó, de hát itt egyrészt nem véletlenül kezd előállni egy olyan közjogi vagy alkotmányos helyzet, ahol Magyarországon az önkormányzatiság le van bombázva, bár mondjuk a megyét majd lehet így konstruálni, de ugye az európai régió fogalomban, vagy régió definícióban Magyarország nagyon szűken fér bele, de minden esetre ehhez egyébként a belpolitikai feltételeknek is meg kéne lenni, azok meg nincsenek meg. Jó, ez lehet egy politikai program, amit a szabad városok követelnek, meg az önkormányzatok követelnek, de én ezzel együtt én azt gondolom, hogy az a nyilatkozat, amit ők közzétettek, meg egyébként az uniót fordultak, a politikusnak ez a dolga, hogy kinyilván, az is a dolga egyebek mellett, nehogy félreértés legyen, hogy elmondja, hogy bizonyos helyzetekről mi a véleménye. Elmondták, ez nem több ennél, és nem kevesebb. Nyilván nem tudja Karácsony Gergely a városháza őrségével elfoglalni Brüsszelt, de a várat sem. Mi van akkor, hogyha nem lesz költségvetés? Tényleg mi történik akkor? Hát az előző 7 éves ciklus havi bontásban van visszahozta. Ez ugyanaz a módszer vagy rendszer, mint ami az Amerikai Egyesült Államokban is van. Aha, a szívás, mert az előző 7 év arról szólt, hogy volt pénz, most meg arról szól, hogy nincs pénz. Ha van a kérdés, hogy... De akkor van. Felmerül dilemmaként, hogy ha folytatódna, tehát hogy nem lenne költségvetés, de már elfogadták ezeket a jogállami kritériumokat, hogy szabadna-e erre a... ex-lex költségvetésre már alkalmazni, és ez vékony jég, mert ez olyasmi lenne, mint hogyha visszamenőleges hatályú törvényt hoztak volna, tehát hogy ez izgalmas kérdés lenne, hogy hiába vétózik Orbán, akkor se kap pénzt, de szóval jó, nyilván ennél bonyolultabb és nehezebb lenne. Jó, ami tény az, hogy az elmúlt 7 éves költségvetés időarányos részét megkapják annak a fejében, amiről a Kati beszél, tehát hogy működjön a rendszer, amiről te beszélsz, az a különböző lehetőségek és esélyek mérlegelésének a körébe tartozik. A Pista azt kérdezte, hogy mi lesz, ha nincs. Jó, ez de lesz. Ez is egy opció, hát most elmondtam. Hát, de ezek opciók, hát opció van dögivel. Jó, de hogy döglenek a libák. Ez egy izgalmas opció, na azért. Hát mindegyik izgalmas, főleg az, aminek az a vége, hogy van pénz, vagy aminek nincs. Kati, vagy aminek az a vége, hogy nincs pénz. Átmenni a csintalan szűrőn.
Na jó van, majd úgyis látjuk, hogy mi lesz ebből. Szóval nem... Pityukám, nem tudod, hogy mi az a jogállam? Egyen meg a drága. Ha honnan tudnál, Magyarországon élek, nem? De milyen érdekes, hogy egyébként körülbelül 20... Az Orbán nagyjából szorosan véve 2 éve nem tudjam, hogy mi az, hogy jogállam. Ilyen tudta? 18 előtt tudta? Ne hülyéskedj, az fel sem merült az a kérdés, hogy egyébként a jogállamot, mint olyat úgy kezdjék el kikezdeni, hogy nem is tudják, mert ez egy relatív fogalom. Hát úgy viselkedett, mintha tudná. Egyébként, ha most már nem akarod odáig elmenni, amikor azt mondja, hogy nem köthetjük jogállami feltételekhez, vagy megvétózt ezt a izét, nem véletlenül talált ki egy új szöveget, azért figyeljetek már oda. Megjelent egy új elem, ami döntőbb a jogállamnál. És most már ezt nyomja az Orbán. Nevezetesen, hogy azt nem tekintik jogállamnak, amelyik egyébként nem engedi be a migránsokat. Ja, elkezdett migránsokat. Mondjuk új elemnek nem nevezném. Hogy? Új elemnek nem nevezném. Ez inkább egy régi tővételem. Ebben az okfejtésben, vagy ebben a válaszban, vagy ebben a magyarázkodásban, ebben a PR-ban új idáig nem volt szó a migránsokról. Mindig szó volt a migránsokról, most nehogy félreértés legyen. Igen. De hangsúlyosan és a vétóval összefüggésben új prioritásként a magyar választónak szóló üzenet hangsúlya átkerült a migránsodásra. Csak nem tudom, hogy ez például jó taktika, tehát hogy ez, hogy a választók tényleg, na mindegy, szóval majd kiderül. Na, majd kiderül. Nagyon erőltetett nekem. 3 millió embernek jó. Nagyon, én nagyon, nagyon kíváncsi vagyok egyébként. Most nem tudom, így, amit az elején mondtam, hajlanék, hogy megint az, de közben van valami kis, valami van a levegőben, úgy érzem. Na mi? Smog. Hogy mintha egyrészt, másrészt meg, hogy mintha most egy kicsit befeszülne az Unió is, de aztán lehet, hogy tényleg nem lesz belőle semmi. Befeszült. Meglátjuk. Hát befeszült. Meglátjuk. Jó, most egyelőre igen. Nos, azt mondja, hogy van a Medical Online nevű portál, amely megszerzett egy ilyen végrehajtási rendeletet, amelyet az egészségügyi törvény módosításához adna majd ki a kormány, és hát az a meglepő dolog történni fog, hogy itt most akkor visszalép a kormány sok mindenben, amit az orvosoknak ugye előírt volna, itt a legrázósabb, legkritikusabb pontokat azt ebben a rendeletben, végrehajtási rendeletben felülírná, és itt a vezénylésről, meg kirendelésről szóló szabályokat azért puhítanák, könnyítenék, meg engedélyeket is adnának meg. Hát ugye a jó öreg másodállás, ami nem azért izgalmas, mert hogy akkor majd most még sokkal több pénzt fognak keresni az orvosok, ugye, hanem azért izgalmas, mert nagyjából úgy működik a magyar egészségügy, hogy egy orvos az egyenlő 3, és akkor ide-oda rohangálnak mindenféle pozíció között, hogy úgy tűnjön, mintha működne a rendszer. Ez hogy lehet szerintetek? Mi lehet az oka, hogy az Orbán kormány így meghátrál? Mert ugye nem nagyon szoktak. Tehát azért ők mindig nem a falig mennek, hanem megkerülik, és úgy mennek a falig. Szóval, hogy... Valószínű, hogyha nincs sejtelmesebb válasz, mint ami ennél látszik, hogy nagyon nagy baj van hogy ebben a helyzetben, tehát hogy az ellenzék nem tudja, az egyszeri választók nem tudják rávenni a kormányt, de egy gigantikus válság meg ember életek rá tudja venni arra, hogy emberségesebb döntést hozzon. Hát jó lenne, hogyha ez nem kellene egy koronavírus. Hát szerintem szarik a kormány az emberséges döntésre, egyszerűen csak most neki mentek a falnak. A fal pedig az nem volt más, mint a valóság, az, hogy nem tudják megcsinálni. Tehát amit ők kitaláltak, és hatalmas hanggal teleharsogták vele az étert, hogy mit fognak csinálni, hogy csinálják a vezénylést, hogy innentől kezdve minden orvosnak egyállás, aki áll a pénz, azt fölakasztják a kórház elejére, és ott fog lógadozni, amíg le nem rohad róla, stb. Ezt mind kibaszott nagy pofával elmondták, ahogy egyébként szokták, aztán utána jött az, hogy hát ez ugye nem fog menni. Igazából ilyen szempontból tök mindegy, járvány vagy nem járvány, valójában tényleg neki mentek falnak, belekerült rajta az arcuk, és most mit fognak csinálni? Csöndben megpróbálják kicsit vissza, innen nyesegetik, kicsit ugyanaz, mint ami ezzel a vétóval fog szerintem történni, hogy most benne van az éterben nagy basszus hangon, hogy vétó, benne volt az éterben nagy basszus hangon, hogy micsoda izé lesz, hogy az orvosok tehetnek mindenről, meg egyáltalán különben is azért szar az egészségügy,
és a visszacsinálás már nem fog akkora nagy hangot verni, és a vétó elsinkofálása azt nem fog már akkora nagy hangot verni. Ami megmarad, berögzül és bevésődik, az első üzenet, a Orbán Viktor ott áll, az EU-val szemben, az orvoslobbival szemben, a orvosbárókkal szemben, a kórházakat elsikasztókkal szemben, mindenkivel szemben, és az, hogy mi a valóság, az már kevesebbeket érdekel. Viszont valamennyire, valamilyen végtelenül alacsony szinten, ahogy egyébként csinálják, és zűrzavarosan, de ezt a kurva egészségügyet működtetni kell. Hát ők így működtetnek. Szóval én nem látok ebben sem emberséget, sem realizmust, hanem azt látom, ami egyébként az általános eljárások, hogy piszakulmást mondanak, és aztán sunyiba lehet, hogy nem annyira nagy gecik, mint amit mondanak. Egyébként attól még csak nagyobb gecik lesznek. Az a helyzet, hogy én szó szerint ezzel kezdtem volna szintén. Neki mentek a falnak, lepattantak. Ez ilyen egyszerű tényleg, hát ugye itt azért volt egy kényszerítő aktus is ráadásul. Nevezetesen az, hogy az új munkaszerződéseket alá kellett volna írniuk az orvosoknak és a szakápolóknak, és az ápolási személyzetnek, a szakszemélyzetnek, és egyébként ő rájuk is érvényes lett volna a tiltás, hogy nem vállalhatnak más munkát, ami lényegében is tökéletes egzisztenciális romlásba döntötte volna különben az orvosokat is, meg a szakápolókat is. És ha nem írják alá a szerződéseket, kilépnek, stb. Ez egy nagyon durva fal. Hát így is eléggé nehéz helyzet van. Persze a világon mindenütt nehéz helyzet van, mondják erre ők az okosok. De annál, mint ami lehetséges lenne, annál azért sokkal nehezebb a helyzet, és hogyha mondjuk itt tényleg 1000 számra nem írják alá a szerződést, és elmennek, iszonyú nagy keresleti piac van Európában. Őrült keresleti piac van, már hogy orvost illetően és szakápolót illetően. Hát most már cégeket bíztak meg kormányok, meg bíznak meg olaszok például. Ugye Olaszországban egyébként idáig olasz állampolgárnak kellett ahhoz lenni, hogy valaki orvos legyen. Most ilyen fejvadász cégeket bíztak meg azzal, hogy orvosokat kerítsenek Olaszországban. Ez az egyik dolog. Tehát maradjunk annál, hogy neki mentek a falnak. Aztán, ha már ez így szóba került, ezt utána néztem az irodalomban ennek a paraszolvencia ügynek, szóval ez a paraszolvencia balhé Magyarországon, tudjátok mióta van? No. Mióta van? Azóta, amit a Rákosiék betiltották a paraszolvenciát. Ez tényleg így van. Tudnék, a háború előtt voltak közös pénztárak, ahova jó hierarchikusan osztották a lóvét, de kórházakban is máshogy bedobták egy közös kasszába, amit kaptak, és aztán utána ezt szétosztották. Nem az orvosok zsebébe találták feltétlenül, most a kórházi orvosokról beszélek értelemszerűen, nem a házi orvosokról. Tehát paraszolvencia probléma azóta van, amióta be van tiltva. Most újból betiltották, betiltják, nagyon szép lesz, ennél nagyobb, tehát még nagyobb bajt úrítottak a nyakunkba. Mindegy, neki mentek a falnak, igazából a konoknak, ez történt, semmi más. Én csak azt akarnám árnyalni a véleményemet, hogy az emberséges alatt itt most olyan racionálisabbat értettem, és azt arra hoztam fel ezt példaként, mert hogyha nem lenne ez a koronavírus járvány, és nem lenne tényleg égető szükség most az orvosok együttműködésére, akkor az a kormány, kinézném sajnos belőle, ez a fal. Azt érdekelni, hogy hát ki léptek? Hát akkor is a ti hibátok. Ez tehát szerintem nem érdekli őket, hogyha egy törvényük nem működik, mert ők nekik megvan a fantasztikus koncepciójuk, csak most rákényszerültek arra, hogy együttműködjenek orvosokkal. Tehát, hogy én nem azra gondoltam, hogy most megjavultak hirtelen, hanem erre értettem. Ha a koronavírus helyzet, akkor nem lett volna ez a fajta vezényléses, hogy egészségügyi törvény, tehát így semmi nem történt. Nem vehetjük el egymástól. Jó, talán a megtörtént volna, akkor is, ha nincs koronavírus, egy dolog. Az, hogy kinevezték most ezt a főkórház főigazgatót. Hát, hogy ez ilyenkor a vicc, hogy mennyire hasonló. Tehát, hogy mondjuk az autoritár rendszerek ilyen iszonyú, tehát a központosított rendszerek, az állam mindenhatóságára épülő rendszerek, milyen egykúrra pendülnek egyébként szervezetileg és struktúrálisan. Most van egy főigazgató. Na, most ettől aztán milyen kurva jó lesz? Az mindig a jó főigazgató. Néztétek tegnap ezt a kis kalandot, hogy a kormány meghosszabbította-e vagy sem a veszélyhelyzeti intézkedéseken? De hát ez még nem dőlt el igazán. Én örültem, mert először ugye az jött, hogy meghosszabbította.
Aztán utána azért, hogy mégse hosszabbította meg. Én akkor elolvastam a közlönyt, én abból azt olvastam ki, hogy meghosszabbította. Akkor jött, hogy most már egy csomóan azt mondják, hogy meghosszabbította, a kormány meg mások azt mondják, hogy nem hosszabbította meg. Na most konyérgöm, ez egy rövidke cikk a közlönyben. Hogy ezek képesek még ezt is úgy megírni, hogy direkte, vagy csak bénaságból, hogy egyszerűen jogászok, jogtudósok, jogértelmezők, egy egész csapata nem tud megegyezni, hogy mi a büdös francot akart a költő, pedig hát ugye ez egy eldöntendő kérdés, igen vagy nem. Azért az mutat valamit, mondom, vagy elképesztő amatőrizmus, hogy tényleg már ezen a szinten is, már a törvényalkotás, rendelethozás szintjén is, ami elvileg egy ilyen Sanyi által leírt, központosító, centralizáló kormánynak az anyanyelve kellene, hogy legyen, hát ezen gügyög, ezen kéri a cumit, amikor még csak a csecsemőkorát éli, és ez lesz az utolsó szava, hogy már ezt se beszélik, már a hamut is mamunak mondják, vagy tényleg annyira gecik, most már tényleg lassan kivicsen leszek, hogy direkt úgy fogalmaznak, hogy ne lehessen belőle semmit se érteni. Azért ez szerintem nagyon jelzésértékű. És már úgy nem tudom, meg most se tudom, hogy meghosszabbították, avagy nem. Hát nem hosszabbították meg, mivel a rémhír terjesztéssel vádolták meg azokat a médiumokat, akik rosszul értelmezték, érted? Azok után, hogy elmondod, hogy alig tudták, alig lehet értelmezni, de az itt rémhír terjesztő az, aki így értelmezi. Ez volt a móka faktor benne, hogy amikor az Origó kezdi el harsogni azt, hogy most már és én egyébként úgy értesültem róla, hogy a egyik fideszes ismerősöm átküldte, hogy ennél mélyebbre már nem is süllyedhet az ellenzéki média. És akkor néztem, hogy mi van, így elolvastam utána, hogy miről össze a történet, és akkor visszértem nekem, hogy nézzem meg ezt a rendeletet, hát ez katyvasz, tehát hogy van ez megírva, és akkor utána már egy idő után is vakargatta a fejét, gondolom én, mert ugye nem láttam személyesen, hogy hú, hát lehet, akkor már azt végén arra jutott, ő is annyit morfondírozott, hogy ez egy hatalomtechnikai trükk lehetett, hogy milyen ügyesen csőbe húzták az indexet. Én meg így fogtam a fejem, hogy ez egy komolyan, tehát lehet még a szarnak is örülni, és büszkének lenni rá, egészen elképesztő volt. Hát nekem is aranyos volt, hát aranyos. De egyébként ennek van egy zord változata is, na mindegy, akkor inkább belefogok. Tehát én azonban arra hajlok, hogy az állam azért egy idő után ez kell, tehát az ilyen típusú állam szklerotikus lenni. Tehát én nem gondolok ebben semmiféle ilyen cinikus, vagy nem tudom milyen idiotizmust, elkezd szarul működni. Itt-ott megjelennek a rozsdafoltok. Ez az egyik dolog. A másik dolog. Hogy? Ekkora nagy bazi rozsdafoltok a közepén? Hát ekkorák, Petikém, hát ez van már belőlük elég. Ez másik dolog. Meg amikor én megtudtam, fölhívott a két lányom anyja, azon gondolkodtam, és azon morfondíroztam, hogy na ma a kötött fogásban, akkor bizony el kell, hogy mondjam, hogy végre először komolyan megemelem a kalapomat. Mert hogy hoztak egy bátor, nem sumákoló, az igazságot bevalló, az embereket a jövő hónapokra felkészítő, hogy tudjanak valahogy kalkulálni az életükkel, döntést. Igazság szerint nem akartam elhinni, hogy ezt megmerik lépni, mert az egész történet már hónapok óta arról zajlik, hogy ilyen hétről hétre hitegetik az embereket. Ugye ez a ízés, ez a lócsó, amit előállt itt a CIA-t, 10 darab ampullát kaptunk az oroszoktól, kipróbált, már itt van az ampulla Magyarország, már mindjárt oltunk, már mindjárt, két. Egyik héten ugye 50% van, aztán 99%, egy hét alatt ugye esélyben. A most azonban csak azért, hogy megemlékezzünk arról, mondjuk azok a honfitársaink, akik esetleg mondjuk értesültek reggel erről a döntésről, és mondjuk ehhez igazították adott esetben a idézőjelbe véve mondjuk az üzleti tervüket, mondjuk egy kis vállalkozó. És mondjuk csak ma értesült, még ma is volt olyan sajtótermék egyébként, ami megírta, hogy meghosszabbították. Pedig az, hogy ebben a dologban zavar van, illetve nem hosszabbították meg, az elég nyilvánvaló lett a közlésekből, illetve az, hogy korrigálni fogják. Elcseszték? Oké. Okay. Illetve nem oké. Okay. Mondjuk mit tudom, elrohalt a könyvelőjéhez, meg ez, és azt mondta, hogy leürítette a számláit, meg mit tudom én is mondtam. Most egy kicsit túlzok, hogy akkor fogta magát, és a Dunának ment. És ha nem értesült arról, hogy ez most nem így van, és nem csillan meg az a remény
egy ócska remény, hogy hát esetleg majd azért már karácsonykor kinyithatja a kis üzletét, mert lehet, hogy nem. Azokkal azért mi van? Tehát azért egy közlöny kiadás, ide akartam kiukadni. Ez nem játék. Nehogy félreértés legyen. A közlöny az nem arra való, hogy elcsesszék, szórakozzanak vele. Ez az egyetlen olyan jogforrás, ami hivatalos, ami még ebben az illiberális államban sem érvényes semmi, mindaddig, amíg nem jelenik meg a közlönyben, már ugye jogalkotás tűzó alatt. Ja, nekem az jutott eszembe ebből az egészből, amikor a Dallasban meghal a Bobby. És akkor a Dallasban meghal a Bobby, akkor csomó néni így összeesett, meg jaj, minden bejött, öngyilkosok lettek, és akkor X rész után visszahozták a Bobbyt. Na, de a néni már nem segített. Na, késő volt. Nem. Így van. Nektek van olyan belső információtok, ami arról szól, hogy mi történik a kórházi színfalak mögött? Ezt most azért kérdezem, mert annyira ugye nem látunk be, meg annyira nem tudunk semmit, csak azt, amit ki tolnak nekünk, olyan statisztikákat, és közben meg mindenféle közvetett információkból arra lehet következtetni, hogy hát azért kezd húzós lenni ugye a helyzet, és a nyár végén, vagy ősz elején még ugye minket irigyelt nyugat, meg miénk volt a legerősebb. Hát oké, de hát miniszterelnök úr mondta. Tehát miénk volt a jobb egészség, ugye az most, mintha kezdene azért egy picit úgy recsegni, ropogni, de hát nem jön ki semmi, nem látunk semmit, tehát nem tudom. Azért kérdezem, hogy hát, ha így beszéltetek valami ismerőssel, aki olyan helyen dolgozik. Ez egy kicsit meg lehet, hogy olyan történet, mint a, tehát hogy nem azt mondom, tehát ez háborús helyzet kicsit, és én megértem, vagy hát én meg tudnám racionálisan érteni, és elengedjük azt, hogy Orbán Viktor van hatalmon, hogy ebben a helyzetben nem az szolgálja a legjobb célt, hogyha mi felmutatjuk a valóságot, hogy úristen, rettegjetek emberek, mert itt az egészségügyünk romokban. Tehát, hogy az senki nem fog segíteni, be kell tartani a korlátozó intézkedéseket. Csak egyetlen egyet hallottam, hogy igen rossz a helyzet ott a jánságból, de szóval, hogy nem közvetlenül hallottam, hanem egy mentős bedolgozó, és ő valakitől, de hogy szerintem ilyen sztoriai mindenkinek vannak, de hogy én azt mondom, hogy ez önmagában nem feltétlenül baj, hogy erről nem tájékoztatják a lakosságot. Katika, remélem nem leszel az új kormány tagja. Nem akarok. Különösképpen szóvivőként, de döntéshozóként sem. Pedig milyen jól működne. Nem, én egyébként úgy gondolom, hogy bármiről tájékoztatni kell. Hogy a lakosságot, mert rohadtul jogunk van hozzá, hogy bármiről tudjunk. Ugyanakkor én nem látok tájékoztatást, tehát én már hosszú évek óta rettegek attól, hogy adott esetben nem rettegek, mert azért nem ezt töltik a napjaimat, de hogy nagyon félnék a kórházba kerülnék, mert félnék a kórházi fertőzéstől, amikor utoljára, mit tudom, én x éve kórházban voltam, már ugye a jelenlegi egészségügyi és társadalmi rendszer alatt, akkor tényleg már nem volt se kanál, se gyógyszer, se semmi, ezért ott voltam a folyosó közepén, mert éppen szezonban mentem bokatöréssel kórházba, stb. Ettől mindig féltem. De valóban nincs információ, amik vannak, azok hírek, rémhírek, afere tudja, hogy mi a hír, mi a rémhír, én is egy csomó mindennel találkozom, nekem egyébként személyes tapasztalatom és személyes ismerősöm tapasztalata nincs, de viszont azt tényleg azt így, nem tudom, kikérem magamnak állampolgárként, hogy bármilyen helyzetben az a jó, hogy eltitkolják előlünk az igazságot, mert ugye nem kiskorúak vagyunk, legalábbis őszintén remélem, hogy a népesség nagy része nem kiskorú, és annak alapján tudunk dönteni a saját életünkről és a saját stratégiáinkról, politikáról és minden egyébről, hogy vannak információink. Tehát amíg terjednek az állinformációk a Facebookon, és mit tudom én, a Blikka szájába adja a kórházi ágyban fekvőnek, hogy 5 percenként viszik a hullákat, aztán ő meg tiltakozik, hogy ilyen baromságot nem is mondott. De várjunk, utána megmutatta a Blik, hogy mégis mondott olyat. Ja, igen, persze, mit tudom. Ez egy iparág, egy műfaj, egy történet, egy mit tudom én. Na, de hogyha a kormány csinálja, már, meg általában úgymond az állami intézmények, akkor menjenek a francba, tehát ők engem tájékoztassanak. Korrekt módon adják meg az adataikat, adják meg a forrásaikat, bizonyítsák be, hogy amit mondanak, az igaz, mert a rohadt életben, hát ez a feladatuk, ezért fizetjük őket. A Blikket meg az veszi, aki akarja. Sándor, mielőtt reagálsz te is, tehát hagyj magamat mentve, tehát abszolút, csak itt pont ez a probléma, hogy ha ebből ilyen
politikai csatározásokat csinálunk, vagy tényleg a szenzációhajhásságot, szerintem az nem segíti ezt a helyzetet. Nyilván jó lenne a hiteles tájékoztatás, persze, de hogy egyrészt nagyon megirendült a bizalom bármilyen hiteles tájékoztatásra szemben, másrészt pedig amikor egy idő után úgyis visszatartalatlanak lesznek az információk, azt gondolom az igazságot úgy se lehet rejtegetni, csak hogy az ilyen, ez meg teljesen elhiteltelenít mindent, hogy akkor most egyszer ezt mondja a Blake, aztán az ellenkezőjét, aztán mégis, szóval ez a lehető legrosszabb, tehát akkor már inkább ne legyen semmi, és amikor már tényleg baj van, akkor meg mondják el, tehát én ezt mondom, de jó, lehet, hogy tévedtem. Ez egy kicsit olyan, hogy Csernobilban csőd van, nem így értettem. Figyelj ide, az a helyzet, hogy egyrészt az, hogy a Blake mit mond, az érdektelen. Másrészt... Elég sok ember olvassa. Oké. De most nem arról beszéltünk, hanem mondjuk a kormányról. Tehát hiteles tájékoztatásért hova szoktam fordulni? Vagy azért, hogy valóságos információ, de nem, tehát hogy valóságos információkhoz jussak, bár most már erős kétségeim vannak abban a tekintetben, és nagyon erősek, nyilván nem vagyok egyedül, hogy egyébként mondjuk a hivatalos, nem a Müller Cecília, de mondjuk a számok is egyáltalán igazak-e, amiket hallunk. De nem a Blikket fogom felütni. Először az ember, amikor tájékozódik, nyilván több forrásból akar dolgozni, és a kérdés úgy vetődött fel, hogy mondjuk most a mi a helyzet, ugye a Pista is ezt kérdezte, mert hát ugye eltévedünk, amúgy meg ugye a kormányzati tájékoztatásból se tudunk meg semmit. Egyrészt nyilván azok, akik olyan fiatalok, mint a Katés, és nem jár kórházba szerencsére, és ne is járjál, vagy az egészségügyi rendszer, már a családon keresztül sok minden beszűkülhet, vagy beszűrődhet. Először is egy dolgot, ne felejtsünk el már sose. A magyar egészségügy évek óta szisztematikusan rohasztva van. Sajnos én is részt vettem abban a kampányban annak idején, amelyik ugye arról szólt, hogy menjen mindenki a csába, különösképpen Gyurcsány Ferenc, amit változaton fenntartok, aki 300 forintos vízidíjat akar hatalomra, segítettem én is a magam eszközeivel Orbán Viktor, aki azóta fosztogatja az egészségügyet, mint a dög. Ennek megvannak a politikai okai. Ugye az a világképe, ugye, hogy a szegény ember a tartsa él, az nem a nemzet része. Egyébként, ez most durván fogalmaztam, de egyébként erről van szó. Na most azért ugyanaz az egészségügyi rendszer, ami úgy, ahogy el tudta látni, személyzetével is, meg infrastruktúrálisan is azt, ami eddig volt, koronavírus előtt, arra rászakadt az ég. Rá van szakadva az ég. Osz pont. Egyébként ezt széltébe hosszába lehet tapasztalni, és egyébként, tudod, ott lenne jó, ha hiteles lenne a tájékoztatás, de ők már nem tudnak hitelesen tájékoztatni, mert minden sikerpropagandába kell önteni. Például szerintetek olyan nagy botrány lenne, ha azt mondanák, mit tudom én, nekem azt mondta most a gerincsebészen, mert fáj a jobb vállam meg iszonyúan. És akkor azt mondta, hogy figyelj Sándor, ez nem élethalál kérdése, most ne menjél be a kórházba, MRI-re meg röntgenbe, mert agyon vannak terhelve, ezt a simán túlfogod. Most csak egy egyszerű példát mondom. Tehát, hogy az a realitás, hölgyeim és uraim, hogy esetleg vegyünk részt kollektíven is abban, hogy csökkenjen a nyomás ezeken a szerencsétlen orvosokon, meg szakápolókon, akik nem tehetnek arra, sőt, mi több lényegében meg kéne dicsőülniük, hogy ebben a szarban még mindig itthon dolgoznak Magyarországon. És akkor egy gondolatot engedjetek meg még. Állandóan megy ez a svédezés. Hogy így a svédek, meg úgy a svédek, meg hogy itt az állam. Pro és kontra. Egy dolgot hadd tegyek hozzá. Ezek az analógiák, hogy ebben az országban az van, a másikban meg amaz van, most aztán tényleg teljesen érdektelen. A svéd társadalom az jellemzően egy falu közösségekre épült, földrajzilag eléggé széttagolt és őrült egy ország, egy kevés városa. Ott nem kell, miután bizalom van, jellemzően bizalom van a hatalom és az állampolgárok között, hogyha nem kell az embereket kábítani, nem is honorálják, azon kívül meg nem kell parancsokat osztogatni, mert az emberek maguktól is rá tudnak jönni arra, hogy mit kell tenni egy ilyen helyzetben. És a hiteles tájékoztatás, hogyha egyszer ez a magyar állampolgár hozzászokna arhoz, hogy a hatalom neki nem hazudik, akkor tudna állampolgárként viselkedni, de így kurva nehéz.
Te Sanyi, olyan vagy, mint a kalendárium, tényleg fellapozom, hogy hanyadika van, és akkor kapok belőle egy ilyen szép átfogó ismertetést a svéd tárgyalóra. Petikém, én meg azért szeretek, mert anarchista vagy. Hát most mi a fasz mondjak? Hát, ez aztán nem mondtál semmit, mert baj, ne szólj benne, ki lépjen. Nem, úrus volt, hogy hogy jutottunk el a svéd társadalom alapvető felépítéséhez. egy egyszerű tőmondat keretére. Na, elmentek ki a picsába, bad meg. A szükszavú Konok Péter. Ja, igen. No szükszavú, akinek nem, minden, nem mindenről nem ugyanaz jut eszébe. No na. Szóval, jó, van, na. Nagyon úgy néz ki, hogy közös miniszterelnök jelölt lesz, legalábbis erről volt szó az elmúlt napokban, mármint ellenzéki oldalon. Kati, ne kapcsolt ki még a kamerát, és a mikrofon se, légy szíves, tarts ki egy kicsit. Szóval, hogy itt szólunk, örülünk. Örülünk, Vincent. Mindannyian meg vagyunk lehetve. Én most szeretnék coming out-olni, én leszek az. Hogy bárki elindulhat, nem? Tehát akkor fogok is elindulhatnak. Köszönjük, engem is meglepett, vállalom, köszönöm szépen, állok a feladat elébe, és önöket, mindannyiukat híven, és legjobb tudásom szerint fogom képviselni a Karmelita Kolostorban. Tehát, hogyha te leszel... Erről a marhaságról. Na, tehát, ha te leszel, akkor örülni fog. Na, én abszolút. Na. Alex, meg kell nyerni a miniszterelnök jelölti előválasztást. Az kell imelő. Tényleg, tehát most jönnek ezzel a hírrel, amit így, ez nem hír. De mi az, hogy közös miniszterelnök jelölt lesz? Igen, pont, meg kell nyerni a választást, meg kell rendezni a választást. Abban, hogy a választást megrendezik, abban a választásban elvileg résztvevő szervezeteknek, pártoknak részt kell venniük, jelezniük kell, és valóban ezt el kell fogadniuk. Azért látjuk, hogy hogy megy egy ilyen. Ki fog benne részt venni, csak a pártok, csak azok a pártok, amik most aláírták, hogy ők a közös pártok, vagy a civil szervezetek is, vagy mi. Ez egy semmi ez a bejelentés, meg semmi az Index cikke, hogy akkor odarakják a Dobrev Klárát, meg a Márki-Zay Pétert, nem is tudom, ki volt a harmadik, a Karácsonyt, és akkor na, a közös miniszterelnök jelöltje lesz. Vajon melyik a három közül? Mondom, azért én leszek az. Köszönöm szépen. Tehát, hogy megértem, hogy aki nagyon szkeptikus, meg nagyon elege van mindenből, ahhoz így áll hozzá, de mondjuk egy átlag pozitívabb, egészségtudatosabb, derűsebb és nyitottabb állampolgár számára azért ez végül is releváns még. És hogy a 2018-ból indulunk ki, és hogy az azon ment el, van Magyari Péternek egy szuper könyve, vagy összeállítása erről, hogy miért is voltak a 18-as, mi is csúszott el a választás az ellenzék szempontjából. Tehát, hogy azért ez nagy kataklizma volt egy állampolgárnak, egy akkor liberálisabb állampolgárnak, és ezt teszik most jóvá ilyen szempontból két év után az ellenzéki. Meg az egy dolog, hogy oké, rendben mondja, ezen senki nem lepődik meg talán, de hogy ezt egyszer be kell jelenteni, tehát egyszer ennek el kell hangoznia, és egyébként engem Fekete Győr András nyilatkozata ütött meg, a Euronews csak őt kérdezte, ez nem tudom miért pont csak őt, a pártok közül, vagy csak ő válaszolt, de az nagyon izgalmas, és nagyon jó narratíva volt a részükről, hogy pont akkor jött ez így össze, hogy, és akkor Fekete Győr András úgy adta elő, hogy a választók szeretik a stabilitást és a rendet, meg az erőt, és hogy hát itt a kormány össze-vissza kapkod, meg káosz, meg módosítgat, meg stb. A éleple alatt, ők pedig bejelentik, hogy minden nagyon szuper. Tehát, hogy ez végre először az elmúlt 10 év alapján úgy tűnt, hogy most tényleg potensebbnek tűnik egy pillanatra az ellenzék, mint a kormány, és ez mondjuk ezt a lovat meg kell lovagolni. Ah, már potensebb. Nagyjából, bár az én baromfi méretű agyam nehezen mérhető a Konok zsenialitásához, de egyetértek. Tehát egyrészt bár ahhoz, hogy most mit vártunk, lódobogást? Vagy mégis mikor jelentették volna be, hogy egy közös miniszterelnök jelölt lesz, hogyha egyébként egy közös koalícióval lehet csak leverni a nagy állampártot, ami hozzáteszem, hogy megint, hát most nem svédezni fogok, de azért muszáj, hogy valami kedvesek mondjak, hogy na ha azért egyébként a Fidesz el fogja veszni, mondjuk ha elveszíti a választásokat, na akkor azért meg fogjuk tanulni, hogy mit jelent az, hogy mély állam. Mert hát nekem most már minden ilyen izéből az jut eszembe sajnos, hogy szeretnék már arról mindenféléket hallani, hogy mi a terv a Fidesz örökséggel, már hogy azzal az örökséggel, amit itt informális hatalomban hátra fognak hagyni. És most nem Gyurcsány nyomdokaiba szeretnék lépni, sőt kifejezetten nem,
sőt elutasítom, ellenben milyen közjogi és jogi meg alkotmányos lépéseket terveznek adott esetben, vagy hogy akarják ezt összerakni. Nagyon kíváncsi vagyok, mert baromi fontos. Egyébként meg igen, hát egy, főleg, hogyha én leszek. Csináljuk azt, hogy mind a négyen elindulunk. Jó. És aki nyer, többiek meghívják egy bármire. Jó. Nem, aki nyer, az kabinetet csinál a többiből. Úgy van. Ja, hülye vagyok, tényleg elfejtettem, hogy aki nyer, az lesz a miniszter. Passza meg. Jó, akkor aki nyer, az tudom én. Nyer. Aki, igen. Figyelj, de ha én nyerek, lesz jó állásotok. És egyébként ti kit látnátok szívesen előttném? Szerintetek ki lenne a legjobb azok közül, akiket most látunk? Tehát nem, Konok Péter, oké, tudjuk, első hely. Mi van a szájába? Egy ilyen piros rágó ez az. Mi csak kula. A nevek közül, akik eddig felmerültek, kiben látnátok a potenciált? Én nem tudom, csak azt szeretném hozzátenni, hogy azért azt vegyem már komolyan a média is, hogy a Karácsony azt közölte, nem vagyok az védőügyvédje, hogy ő ebben nem óhajt részt venni. Nem tudom. Még nincs döntés bennem. Még azt sem tudom, hogy el fogok-e menni. Bár nem, el fogok menni. És bárki, jó szerivel bárkivel, mondjuk a Bede Zsoltra nyilván nem szavaznék, de mondjuk, hogyha az ellenzéki koalícióra fogok szavazni, még akkor is egyébként, hogyha esetleg olyan miniszterelnök jelöltük lesz, mert ezt a hatalmat meg kell recsenteni. Ha nem is nagyon bízok abban, lásd most a friss példát, ami a BKV-nál történt, hogy mondjuk mások lennének, ezzel abszolút egyetértek sajnos a Péterrel, hogy a kevés illúzió van abban a tekintetben, hogy rendkívüli mentális fordulatot hoznának a magyar történelembe, mert ez képtelenség lenne is. De az, hogy mondjuk egy ilyen hatalom vegye tudomásul, ezt most fontosabbnak tartom. Sok szempontból olyan fontosnak tartom, mint fontosnak tartottam, hogy a Gyurcsány megbukjon, ugyanilyen fontosnak tartom, hogy az Orbán bukjon meg. Ez a fontos, hogy a Gyurcsány megint bukjon meg. Hát ez azt jelenti, hogy ne jöjjön vissza a hatalomba, persze. Én nem tudom, néztek rám, mint Rozi a moziban, nem tudom, tudjátok-e, mi történt. Ugye a BKV-nál volt egy busztender, amit egy 7 nappal ezelőtt, vagy 8 nappal ezelőtt, vagy néhány nappal ezelőtt Leistinger által összebuharált offshore céggel nyerettek meg, ez a Braskovics nevű izé. Hát költői kérdést feltettem a Facebookon, hogy vajon a Drazsét kidelegálta oda. Igen, a régi szép idők. Na igen. Tehát abba hagyom, mert nem találok szavakat is. Én csak azt akarom mondani, hogy én nem attól remélem a hazánk jobbra fordulását, hogy XYZ lesz majd a miniszterelnök és a kormány, meg leváltják a Fidesz, stb., hanem hogy leváltható lesz bárki legyen is hatalmon, és jó, hát ez már egy ilyen a cica, majd csak nem viszi az álmainkat a cica, de hogy jogállam legyen újra Magyarország, és akkor már tényleg tök mindegy, ki a miniszterelnök, talán az nem meglepő, hogy én nyilván Márkus Péterre szavaznék ezen a, és ebben a kampányban valószínű, majd részt is fogok venni mellette, de egyébként ilyen szempontból én is nem vagyok finnyás, tehát hogy majdnem bárkire szavaznék. Oké, Zsoki. De Péter nem mondott semmit. Dehogy nem. Péter, mint a narhista. Hát megmondta, hogyha ő lesz, akkor jó lesz. Akkor meg jó lesz. Nem látni. Ki az? Itt az új magyar hang. Ja, hogy ki van a címlapon? Ha. Nem látni a kis kamerában. Szabó Győző és Molnár Áron és a színművészet is dolgokról van szó benne. Aztán van már Kizaj Péter interjú, de nem azért van, mert hogy Kati rá fog szavazni, meg mellette fog kampányolni, hanem meg van egy nagyon érdekes cikkünk a Túl a határon címmel, a Bodac Peti csinált, azt ajánlom, azért is kérdeztem, hogy ti tudtok-e valakit, vagy valamit, mert hogy neki sikerült beszélnie egy doki valaki, hát természetesen se arc, se név, se intézmény, de hogy elmondta, hogy mi van a színfalak mögött, úgyhogy jó szívvel ajánlom a lapot ismét, és... Ki az, aki ilyen Trump sapka van? Tessék? Ki az a Trump sapkás, az kicsoda? Nem, az Szabó Győző, nem Trump sapka. Hát amennyit én látok belőle. Jó van, aki azt hiszi, hogy Trump sapka, az is vegye meg a hangot, vagy kiderül, hogy milyen sapka van Szabó Győzőn, hogy van rá egy sapka egyáltalán, úgyhogy
Szóval köszi, hogy beszélgettünk. Szavaztok. Csók a családnak. És jó egészséget, vigyázzatok magatokra. Viszont, köszi.